Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plusz Televízió térségi közéleti magazinjának 21. adásában. Bibók Barbara vagyok. Mai műsorunkban a hamarosan megjelenő új albumukról beszélgetünk Unger Balázzsal, a Cimbali Band vezetőjével, a népművészet ifjú mesterével. Vendégünk lesz a 4. Aszódi Betlehemi Jászol kiállítás főszervezője, és köszönhetjük a térség Európa-bajnok vadoriú karatékáit. Tartsanak velünk! Ez a világ olyan világ, mint a motorok a világ. Sokkal végén kevesen áll, amit áll is, serült áll. Vendégem a stúdióban Unger Balázs, aki a Cimbali Band együttes vezetője, és nagyon sok cím között a népművészet ifjú mestere címet is magáénak tudhatja. Szeretettel köszöntelek, Balázs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a tévénézőket. Kérlek, beszéljünk egy picit a te életutadról, hiszen nagyon-nagyon sokan ismernek ugyan téged, de egy picit mélyrehatóbban is szeretném, hogyha a kedves nézők megismernének. Cimbalom, Cimbali Band, de hogyan is kezdődött a te életedben a cimbalom? Egyáltalán a zene, a hangszer? A zenélés 7 éves koromban kezdődött. 7 éves koromban az Aszódi Zeneiskola igazgatója Rónai Lajos járt le Szadára tanítani népzenét, és az akkori Dobogó együttes, amit úgy hívtak, ami később Fix Team zenekar lett, ez így azért gondolom ismertebb a tévénézők számára is, a Fix Team zenekarba kerestek brácsást. És hát én előtte már citeráztam, de csak tényleg csak hónapokat, és hát tetszett, ahogy pár hónap citerázás után elkezdtem játszani a Rónai Lajosnak, és így felkért, hogy menjek brácsázni, és hát nagyon örömmel nagyon tetszett a brácsa, és akkor kezdtem brácsázni 7 éves koromban. A cimbalom pedig utána már később jött, de igazából abban teljesedett ki a hangszerigényem, mert hogy gyermekkoromban nagyon sokat doboltam. Édesapám egy kis dobfelszerelést készített nekem. A brácsa, igen, ott volt a zenenap mindnap ezek szerint. Ott volt, édesanyám óvónő és zenepedagógus, tehát azért... Megvannak a gyökerek. Megvannak a gyökerek, az biztos. És így a cimbalomban egy olyan hangszer ötvöződött, amivel ritmust is lehet játszani, és dallamot is, kíséretet is, tehát egy eléggé komplex hangszer, és ezért tetszett meg 13,5-14 éves voltam, amikor az akkori brácsatanárom Blaskó Csaba kérdezte, hogy nincs-e kedvem cimbalmon megtanulni.
Hát én először azt sem tudtam igazából, hogy mi a cimbalom, de felvilágosított, megmutatta a hangszert, és hát nagyon nagy kedvem lett hozzá, főleg azzal a kis hátszéllel, hogy kijelentette, hogy ha megtanulok ezen a hangszeren játszani, akkor tagja lehetek az ő zenekarának. Hát az szerintem a legnagyobb megtiszteltetés, amikor egy tanár azt mondja, hogy a zenekarában játszhatok. Hát ezért mindent megtettem, hogy így is történjen, és elkezdtem járni Óbudára zeneiskolába, klasszikus cimbalmot tanulni, aztán pedig elkezdtem a népzenei cimbalom tanulmányaimat, és így lettem cimbalmos. Nagy szerelem volt egyből ez a cimbalom egyébként, vagy fokozatosan szeretted meg ennyire ezt a hangszert? Igazából, mint ahogy mondtam az előbb is, hogy nagyon szerettem ritmus hangszereken is játszani már előtte, és ezért mondhatom, hogy ha nem is rögtön első látásra, mert az első cimbalom órámon inkább szédültem, a 138 fúr van a cimbalmon, és hogy megnéztem, hát azért először mindenképpen nagyon érdekes volt. Inkább szédültem az első órán, mint szerelem. De aztán, amikor megkaptam otthon is az első cimbalmomat, pontosabban hát lassanként megvásároltam az első cimbalmomat, akkor mindjárt más volt a helyzet, amikor már otthon is tudtam gyakorolni a hangszerem. Mondhatni úgy, hogy elsőre szerelem volt így, amiatt, hogy ritmus hangszer is, és dallam hangszer is egyben, és kíséretet is lehet játszani rajta, emiatt. Ha valaki megkérdezné tőled, hogy hogyan írnád le, hogy mi is az a cimbalom, hogyan foglalnád össze neki? Mi is az a cimbalom? Hát a cimbalom nagyon jó kérdés, hogy most ütős vagy húros hangszer. Én azt mondanám, hogy egy ütős húros hangszer, kettő verővel szólaltatjuk meg, és ahogy már említettem, dallamjátékra is képes, kíséretre, és a ritmikával is nagyon sokat lehet rajta játszani. És hát nagyon sajátos magyar hangszer, mert az 1800-as évek közepén egy Sunda Vencel József nevű magyar hangszerkészítő mester reformálta meg a cimbalmot, mert előtte igazából nagyrészt udvari hangszer volt, középkorban udvari muzsikusok játszottak vele, és 1840-ben ez a Sunda Vencel József reformálta meg a hangszert, készített belőle egy olyan hangszert, ami már nem csak népzenében, vagy nem csak az akkori parasztmuzsikában, hanem klasszikus zenében, a későbbiekben a jazz zenében is, tehát eléggé széles körben megállta a helyét. Tehát gyakorlatilag a funkcióját kibővítette igazán. Így van. Liszt Ferenc egyik kedvenc hangszere volt, és a hangszer a Párizs világkiállításon a 800-as évek végén még nagy díjat is nyert, tehát akkora, hogy mondjam, népszerűségre tett szert a hangszer. Valamint a 900-as évek elején egy hihetetlen nagy nemzeti jelképet is képviselt, rengeteg hölgy tanult cimbalmozni. A fiatal úri hölgyeknek a zongorát lecserélték, főleg a magyar úri hölgyeknek lecserélték a zongorát cimbalomra, és hát ez egy ilyen jelkép volt, ez a magyarság jelképe. Köztük, mint kiderült utólag, az én ők nagymamám is cimbalmozott. Ó, hát akkor még mélyebb gyökerek is vannak itt. Igen, de hát ezt például nem tudtam, mikor én elkezdtem cimbalmozni, de mindenképpen egy érdekes dolog szerintem. Abszolút. Aztán tizenévesen tehát akkor elkezdtél a tanár úr zenekarában játszani. Így van, hogyan? Az akkori Galga zenekarban, ami hát sajnos manapság már nem nagyon létezik, egy-két megmozdulásra talán még összejárogatunk. Hány tagú ez a zenekar? Ez a zenekar alapvetően négy tagból állt, Blaskó Csaba hegedűs vezetésével, aki akkori tanárom is volt, Karacs Gyula, Brácsás és Pahert András, Aszódi Nagybőgős, és később Pál István Szalonna hegedűs csatlakozott még a bandához, és így lett teljes a Galga zenekar. És ezzel a zenekarra kerültünk a Magyar Állami Népi Együttes kötelékébe 1998-99 tájéken, és hát ott is dolgoztam 7 évet. Majd utána? Majd már ezzel párhuzamosan kezdtem tanítani, de 2005-ben végeztem el a Nyíregyházi Főiskola énekzene népzene szakát. Mi meglepő. És akkor így lettem népzenetanár. Ahhoz képest, hogy az eredeti szakmám a számítástechnikai informatikai technikus,
ahhoz képest egy kicsit, mondhatom úgy, hogy elkalandoztam, de mint minden jó családban, édesapám azt mondta, hogy azért kell, hogy legyen egy civil szakmám is. Ki tudott számítani a húrok közti távolságot? Ha más nem, de mondjuk a zenekarnak például a weblapját én csinálom, tehát na, azért látod. Valamilyen szinten hasznos volt az igazából, sőt, még általános iskolában is tanítottam számítástechnikát, úgyhogy igazából tényleg hasznát vettem a dolognak mindenképpen az életben. Abszolút. És a jelenlegi zenekarod pedig a Cimbali Band. Így van, a jelenlegi zenekarom a Cimbali Band. Amivel mióta működik? A Cimbali Band idén 5 éves, 5 évesek vagyunk, és a zenekar igazából a cimbalom köré épül. Játszunk nagyon sokféle muzsikát, mert igazából a zenekarban van egy szerb harmonikás, van roma nagybőgősünk, horvát dobos, én félig sváb, félig magyar származású vagyok, és mindenki hozta magával a saját muzsikáját, és akkor így ezeket összegyúrtuk, és hát a középpontban a cimbalmot állítottunk, mint egy eredeti magyar hangszert, de megszólal a cimbalmon többféle náció muzsikája, de nem vagyunk elidegenedve az olyan hangzásoktól is sem, ami mondjuk könnyű zenei, vagy jazz muzsika, tehát ezeket is azért bele csempészük az összeállításainkba, és így azt hiszem, hogy egy elég könnyen emészhető muzsikát hozunk össze, főleg amit fiatalok nagyon-nagyon kedvelnek mostanában. Talán, hogyha hasonlíthatnám, akkor így egy kicsit hasonló, mint a Csík zenekar talán, csak egy kicsit több balkáni behatással. Milyen fellépéseitek vannak, illetve milyen sikerekkel büszkélkedhettek az elmúlt 5 évben? Hála Istennek a zenekar, azt kell, hogy mondjam, hogy elég sikeres. Évente 80-90 fellépésünk van, tehát mondhatni úgy, hogy egy elég komoly másodállásnak is számít ez a zenekar. Heti 2-3 fellépés mindenképpen van. Ebből a tavalyi évben 14 alkalommal voltunk külföldön. A zenekar eddig legnagyobb sikere az, hogy megnyertük a Budapest Fringe Fesztivált, az ottani szakmai fődíjat vittük el, és hát ennek eredményeképpen tényleg nagyon sok helyre eljutottunk. Jártunk már például Spanyolországban, ez volt talán a legtávolabbi, ahova eljutott a zenekar. Spanyolországban az Európai Unió akkori, ez tavaly konkrétan tavaly voltunk, tavaly júniusban, az akkori elnöklésnek a megnyitó rendezvényen képviselhettük Magyarországot Sebestyén Mártával karöltve, tehát szerintem ez egy elég szép eredmény. Gratulálok hozzá! Köszönjük szépen! Valamint idén megkaptuk a Vankóni Dudás Juló díjat is, mert hogy azért igyekszünk a Galgamente hagyományos dallamait is kicsit belecsempészni a muzsikánkba, a repertoárunkba, így a legeslegújabb lemezünk, ami még nem jelent meg. De hamarosan fog. 2 hét múlva lemezbemutató. Ennek a címe Ablakimba. Bartók 1906-ban gyűjtött Turán, és az ottani gyűjtésben szerepel ez az Ablakimba, Ablakimba című magyar dallam, ami az énekkönyvekben is megtalálható, és ott is fel van tüntetve, hogy Bartók Turán gyűjtötte. És ezt a dallamot konkrétan játszottuk Spanyolországba, méghozzá úgy, hogy egy spanyol zenekarral karöltve kellett ebből egy összeállítást összehozni, így az Európai Uniót erősítve, és így született meg az Ablakimba című szám, ami először teljesen hagyományos galgamenti muzsikával kezdődik, aztán egy kicsit ilyen spanyolos bossanova stílusban folytatódik tovább. Hát meg lehet majd hallgatni az eredményt, mindenképpen érdemes. Ez azonban nem az első, és nem is a második lemezetek lesz, hanem már jó pár albumot. Ez a harmadik stúdióalbumunk, valamint jelent meg még egy koncertlemezünk, és hát ennek a mostani albumnak a különlegessége az tényleg, amit mondtam, hogy nem csak népzene szerepel rajta, hanem akár a spanyol bossanova, vagy jártunk Törökországban, onnan is hoztunk magunkkal egy-két dallamot, mindenhonnan hoztunk egy-két ilyen kis zenei szuvenírt, és akkor ezeket összeépítettük akár, hát persze azért mégis 70-80%-ban magyar népzenei alapok, és hát összeépítettük egy kis jazzzel, egy kis könnyű zenei elemek is megtalálhatók benne. Úgyhogy így alakult ez az Ablakimba lemez
Igyekeztetek minél színesebbé tenni ezek szerint, abszolút. Így van, így van. És december 3-án fogjuk bemutatni a lemezanyagát a Millenáris fogadóba Budapesten, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel a lemezbemutatónkra. Hát ez egy nagyszerű program akkor. És ugye ezt a tudást, amit itt használtok, és amit folyamatosan gyarapítotok a zenekarban, ezt te tovább is adod rendszeresen, ha jól tudom. Igen, igen, igyekszem, ahogy már említettem, tanárként is dolgozom. Nem csak régebben, hanem nem még a mai régebben, napig. Hanem a mai napig is tanárként dolgozom, két helyen is. Turán tanítok az Aszódi Podmanicki Zeneiskola kihelyezett tagozatán, valamint Jászfényszaron az ottani művészeti iskolában tanítok. És hát a két helyről már mondhatni, hogy több zenekar is kikerült a kezeim alól, valamint... Mondanál néhány példát? Mondanék, csak még szeretném megemlíteni Rónai Zoltánt is, akivel nagyon sokat együtt dolgoztam Turán, és hát ugye a kettőnk keze alól került ki például az Agyva Banda, az Emse zenekar, vagy a most friss lemezes Tarsoly zenekar, tehát ők mindannyian autentikus magyar népzenét játszanak. Igazából ezek az eredmények, például az Agyva Banda szintén megkapta már a Vankóni Dudás Juló díjat, úgyhogy szépen haladunk, mondhatni, hogy Tura kezd a népzene egyik magyarországi fellegvárává válni, vagy legalábbis így a Galga mente mindenképpen, mert hát azért Püspök 60-ban a Szódon is, Bagon is elég nagy hozzáértéssel, szakértelemmel foglalkoznak a népzenével, néptánccal. Nyilván nem véletlen, hogy Tura is ilyen kiemelkedő településé vált, hiszen a népművészeti ifjú mestere oktatja az ottani növendékeket. Mit akar ez a cím, Balázs, egész pontosan? A népművészeti ifjú mestere címet az 2001-ben kaptam meg. Ez a cím, ez igazából arról szólt, hogy olyan művészeknek ítélik oda, akik nem csak magas fokon művelik a aktuális hangszerükön a muzsikát, hanem a népművészettel olyan szinten is foglalkoznak, hogy gyűjtések, emellett oktatás is. Tehát már akkor is tanítottam, és hát valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz. Valamint egy szakdolgozatot kellett beadni, amit turai zenészekről írtam, Szénási Tibor Toskó és zenekaráról írtam. És hát persze volt gyakorlati része, és muzsikálni is kellett, hát színpadon játszottam, és így ítélték oda a díjat, amit 2001. augusztus 20-án vehettem át. Most már lassan 10 éve vagyok ifjú mester, de még azért mindig ifjúnak érzem. Így van. És hát ennek egy tulajdonképpen fejleménye volt, hogy akkor ezt a szakdolgozatot, amit be kellett adni a díjhoz, ezt a turai zenészekről írtam, és akkor lassan-lassan bővült az anyag. Egyre többet foglalkoztam galgamenti muzsikusokkal, és 2005-ben ez lett a főiskolai szakdolgozatom anyaga. Aztán később a Hagyományok Háza felkérésére írtam egyből egy könyvet, Galgamenti Vonós Bandák címmel, és ez a könyv 2 éve jelent meg, úgyhogy idáig fajult a dolog. Ha már a népművészetről beszéltünk, és ugye ez kiderült az eddigi beszélgetés alapján, hogy nagyon fontosnak tartod ezt a vonalat, és ha jól értettem, akkor ezt leginkább a fiatalok körében próbálod továbbadni. Miért tartod ezt ennyire hangsúlyos pontnak az életedben? Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon rátapintottál a lényegre. Én azért tartom fontosnak, mert nagyon-nagyon személyiségformáló a muzsika. Legyen az akár klasszikus zene, vagy legyen akár népzene, de a népzenében mégis az nagyon, nagyon fontos, hogy elsődleges dolog az együtt muzsikálás. Tehát rögtön, amikor már megtanul egy hegedűs egy dallamot, vagy egy címbalmos egy dallamot, akkor azt utána már össze tudja próbálni a brácsással, a bőgőssel, és már nagyon-nagyon hamar megkapják a fiatalok azt az élményt, amit a zene nyújt. Már tényleg akár egy év zenetanulás után tudnak olyan sikereket elérni, ami ösztönzi őket is. És nagyon-nagyon fontos az egésznek a személyiség formáló ereje. A személyiség és a közösség formáló ereje is, mondhatni. Ez tulajdonképpen mind a kettő hat egymásra. Tehát és nagyon fontos, hogy azok a tanulók, akik tényleg kitartók, és nagyon sokat tanulnak zenét, azok az emberi
Tehát a hétköznapi életben is én azt mondom, hogy egy elég értékes emberek lesznek, legalábbis ez a tapasztalatom. Nyilván te sem vagy ezzel másképpen akkor. De hiszen ezt meg is mutattad nekünk, hiszen többnél több díjat sorakoztattál föl, amiket megkaptál és megszereztél. Hogyha visszatekintesz az eddigi életedre, hogyan értékeled, hogyan érzed magad, elégedett vagy-e, vagy mik a további vágyaid, mi az, amit szeretnél még elérni? Én elégedett vagyok mindenképpen. Azt szeretném elérni, tényleg az egyik nagyon fontos célom az imént említett oktatás, hogy minél több gyerek foglalkozzon ezzel, és minél több zenész kerüljön ki még a kezeim alól. A másik pedig az, hogy én is minél többet maradhassak még színpadon a cimbali benddel. Igyekszünk minél több új dallamot összehozni, feldolgozni, népzenét. Tehát igazából ez a lényeg, valamint, hogy népszerűsíteni a címbalmot, vagy akár a magyar népzenét. Remélem, hogy a jövőben is hasonló sikereket fogsz elérni, mint amit eddig már magadénak tudhatsz. Mind az együtteshez, mind pedig a személyes életedhez nagyon sok sikert, szerencsét kívánok. A növendékekhez úgy szintén. És szeretném megköszönni, hogy a születésnapod alkalmából velünk töltötted ezt az estét. Nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én is nagyon köszönöm szépen. Band. Közeledik a karácsony és az adventi időszak, amikor nem csak az adventi koszorú elkészítésének a gondolatát kell fontolgatnunk, hanem elgondolkodhatunk azon is, hogy hogyan készítünk el egy betlehemet, vagy akár csak egy betlehemi jászolt. Ugyanis hagyományosan ez évben is megrendezésre kerül, immár negyedik alkalommal a betlehemi jászol kiállítás Aszódon. Ennek a témának a kapcsán szeretettel köszöntöm stúdiónkban Szenned Zoltánt, aki a kiállítás főszervezője. Milyen történetet is tudhat magáénak ez a betlehemi jászol kiállítás? Mikor kezdődött ez a dolog? Hát ez a dolog 2008-ban indult útjára. Első ízben még csak az Aszódon élő és az aszódi tanintézményekben tanuló gyerekeknek volt megrendezve ez az egész dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy bár ugyan csak Aszódon és az Aszódon tanulóknak volt megrendezve, de hát tudjuk, hogy azért azt sokan tanulnak, akár még az általános iskolában is vannak más településekről, és nem beszélve ugye a két gimnáziumról, ahol ugye nem csak a Galgamentő, hanem még távolabbról is ugye járnak, de hát azért alapvetően azt mondhatom, hogy a Galgamentéről származók vettek többnyire részt ebbe a betlehemi jászol kiállításba.
Volt, aki egyébként 3 éven keresztül, tehát most csak így fejben van egy név, Ceba Viktória például, ő mind a 3 évben részt vett, már most ugye végzős, tehát idén már nem, már most már a táncra, meg egyéb dolga, tehát ott most őnekik most ez elég zsúfolt lesz, őnekik most ez az idei év, meg is érthető, tehát ő például már nem, de az előtte lévő 3 évben például ő minden évben részt vett, és mindig készített valami szépet a Betlehem Jászol kiállítás számára. És ezt a dolgot, ezt ők, amikor beadják, tehát rajta is van a papíron, hogy majd mikor vihetik vissza. Egyébként általában egy hónapig szokott tartani a kiállítás, tehát ilyen december 9-10-11-től, mikor... Ne szaladjunk ennyire előre. Meséljünk egy kicsit arról a kedves nézőknek, hogy az ön élete hogyan kapcsolódott ennek a kiállításnak a megszervezéséhez, hiszen, ha jól tudom, ön is hasonló területen tevékenykedett korábban. Így van, hát tevékenykedtem is, meg tevékenykedem is, mert most erre nem mennék rá, hogy miért, de sajnos túl sok idő lett az utóbbi időben, aztán most megint neki veselkedtem. Én az interzia készítése, tehát ez a, hát számomra igen szép és érdekes kézműves foglalkozással foglalkozom. És ugye Jézus jászola is fából készült, mint tudjuk. Miért éppen a karácsonyi ünnepkör és a Betlehem, mint olyan lett a kiállítás témája? Ennek pedig egy olyan oka van, hogy én 2004-től 2007-ig az országos betlehemi jászol kiállításon folyamatosan részt vettem. Hát ott is volt, ugye volt nyári tárlat, ott ugye csak ilyen kézműveseknek volt, tehát az is kézműveseknek volt, végülis a nyári is a téli tárlat is. A nyári tárlat az ugye a kézművességről szólt, kimondott, ott bármi az ilyen szabadon választott volt, tehát ezt jobban is szeretik az emberek, mert például a betlehemi az ugye elég kötött dolog. Tehát ott ugye túl nagy dolgokat nem lehet... Tehát a fantáziát annyira nem lehet szabadon engedni, mint mondjuk a nyári tárlata. Így van, így van. De azért elég tág keretek között mozog, hiszen ha Betlehemre gondolunk, akkor mi is az, amivel itt készülhet az ember? Tehát nem csupán egy jászol. Így van, tehát el lehet kompletten készíteni magát a jászolt, tehát hogy olyan érdekes egyébként, hogy minden évben mindig meglepett minket valaki valami érdekességgel. Tehát például volt, hogy csak terméseket, különböző terméseket, meg nádat, meg ilyeneket használtak föl a készítéshez, tehát gesztenye, akkor gyapjú, akkor makkot, meg egyéb ilyen dolgok, tehát hogy csak, és nagyon érdekes volt, és nagyon látványos, és szép Betlehem született az ilyen dolgokból. Tehát azért mondom, hogy csak természetes anyagokból fogadjuk el ugye ezt a dolgot, de nem csak kimondottam magát a jászolnak a megjelenítését, hanem ez lehet a Mária a kisdeddel, a 3 királyok, és ezekről. Például, hogyha már megemlítettem egy pár gondolattal ezelőtt ugye a Ceba Viktóriát. Tovább például, hogyha már így fölhoztam, ő például egy kis lapos tányérkába töltött homokot, és 3 követ keresett, de ez a 3 követ, ezt állítólag óra hosszákig kereste, hogy olyan köveket találjon, amik így szinte egybe olvadtak, tehát amikor egymás mellé tette őket, tehát ugye a Máriát és a Józsefet ugye ábrázolta, és akkor ezek olyan szépen úgy egybeillettek, és akkor előtte pedig ugye ott volt a kis, tehát ugye az volt a 3., ez egy kisebb kő volt, el volt fektet, és hagyd ne mondjam, hogy egyébként kapott is egy külön díjat, mert a legfőbb, most egy kicsit előre szaladok, majd esetleg visszatérhetünk még rá, de csak úgy megemlítem, mert hogy a legfőbb támogatónk ugye az Aszód Ifjúságért Alapítvány, a legnagyobb összeggel mindig ők támogatják meg ezt a rendezvényt, és az ő általuk kapott pénzből őnek egy külön díjat szántunk pontosan ezért a kreatív dolog, és mert hogy a zsűri is ezt, mert egy hétfő zsűrit szoktam összeírni, hát ezek általában egy vagy két ember, aki mindig fix, de a többit azt mindig változtatom, például az idén lesz köztük pedagógus, lesz óvónő, tehát hogy azért széles skálán minél szélesebb legyen. Igen, és általában mondom, egy-két
egy-két fix személy van, de a többi, mit tudom, a többi négy személyt azt mindig minden évben változtatom. Ha már a támogatókhoz jutottunk a beszélgetésben, akkor milyen szponzorokra számítanak, milyen felajánlásokat várnak egy-egy támogatótól? Alapvetően mi bármit elfogadunk, tehát itt három kategória van. Van az első kategória, ugye a 3-tól 6 éves korig, tehát ez az óvodás korcsoport, tehát van a 6-tól 12 éves korig, illetve van a 12-től 18 éves korig. Tehát amit bárki el tud képzelni az ilyen korú gyerekeknek, van elég széles, igen, díjként, ajándékként. Tehát bármit elfogadunk. Tehát itt alapvetően megmondom őszintén, mert én nem vagyok se alapítvány, se egyesület. Ez egy egyéni önálló kezdeményezés. Jó, hát végülis én ugyan ötletgazdája vagyok én ennek az egésznek, meg én ezt ugye az országos mintára én ezt kitárváltam, meg létrehoztam, kicsiben. Meg ugye a fődíjakat én megalapítottam, ugye, tehát ugye van három vándorságleg, ez a csoportok részére van, mind a három korosztályra van egy-egy vándordíj, illetve van minden korosztályra van egy egyéni díj. Tehát ha jól értem, akkor csoportosan is lehet jelentkezni, van, nevezni, és van, egyénileg is van. Lehet. Tehát nevezni. Van csoportoknak is, ami három vagy annál több főt jelent, illetve egyénileg pedig ugye egyértelmű. A csoportosnál ugye egy pályamunkát kérünk és fogadunk el. Ez lehetőleg ne legyen túl nagy, tehát hogy könnyen szállítható legyen, mert volt már rá példa, hogy óriási nagyot készítettek, és elég nehéz volt azért mozgatni, meg úgy, hogy ne hújjon szét, tehát vinni esetleg másik szertítésről, akár mondjuk Kartalról, vagy az második évben például még akkor jöttek ugye Hévízgyökről is, és őnek is eléggé bonyolult volt átszállítani, de alapvetően tehát aki a legnagyobb oroszlán részét kivette ebből az egészből, ezt alapvetően két személyt tudok meg nevezni, az egyik a feleségem, a Kati, és a másik pedig, személy pedig nem más, mint az Aszódi Katolikus Egyház részéről a kántorunk, Adáminé Mihály Erzsébet. Ő a jobb kezünk, tehát az egyház részéről, ő fogadja a hitéleti központba a betlehemeket. Tehát ott általában úgy van, hát hogyha van úgy, hogy tavaly például nem voltam én is, de előtte való két évben én nem voltam lent, de a feleségemmel együtt ők készítik elő a zsűrizéshez. Tehát hozzájuk lehet akkor eljutatni az elkészült pályaműveket, ha jól értem. Így van, tehát a hitéleti központba kell beszállítani november 20-áig. November 20-ig. November 20-ig, de még egy hetet tűrési időt ráhagyunk, mert most is még e hét péntekig a pályázatot is be lehet adni, mivel hát megmondom őszintén, megint egy olyan dolog van, hogy úgy néz ki, hogy egyre kevesebb az érdeklődő az ilyen dolgok iránt. Pedig... Tehát ha jól értem, bocsánat, tehát mielőtt valaki a kész pályaművet eljuttatja a hitéleti központba a Szódon, előtte neki egy külön pályázati kérelmet, vagy egy... Van egy űrlap, egyébként ehhez hozzá, lehet ezt beszerezni? Hozzá lehet jutni egyébként a hitéleti központba, a Mihály Erzsikénél ezt. És akkor a kitöltött űrlappal jelzi azt, hogy ő szeretne indulni, és minden. Hozza a művét, és aztán utána, mi a kitolt időpont, ameddig lehet vinni a műveket? Péntekig. Elkészült műveket. Az elkészült műveket pedig 20-a és azután a következő hétvégéig még. Hol lesznek kiállítva akkor egészen pontosan ezek a készművek? Ezek az Aszódi Hitéleti Központnak a nagy termébe lesznek kiállítva mindig. Ez évek óta ez a bevett szokás, és jó bevált, és akkor ez, ami bevált, azt nem szabad. Ugye, ez így van. És akkor idén is ott lesz. Meddig lehet őket megtekinteni? Általában, mint mondtam, ez egy hónapot vesz igénybe. Tehát általában úgy tervezzük, hogyha indul, tehát általában olyan vízkereszt után, tehát ahogy esik a hétvége, tehát utána kell, igen, tehát általában, mint én most ugye 9-én van megnyitó, tehát akkor majd nem tudom, hogy pontosan hogy fog esni, de ilyen 6-7-8-9 körülbelül ez lesz a vége. De azt hiszem, hogyha jól emlékszem, 8-a vagy 9-e lett megjelölve. Milyen programok lesznek ezen a megnyitón? Hogyan fog zajlani a 9-ei megnyitó? Lesz 5 műsorszám,
Nem szeretném elárulni a műsorszámot, tehát ez mindenképp meglepetés, de a személyeket azért megemlíteném, mert végülis a műsorszám lesz a lényeg, tehát ez pedig esetleg kettő csinálónak jó lesz, tehát aki tudomást szerez róla és ismeri ezeket a személyeket. Itt Kartalon is eléggé ismert az egyik személy, és aki állandó műsorszámunk, már előző három évben és idén is elfogadta a meghívásunkat, és most itt a nyáron is itt volt Kartalon, a Rónai tanár úr, a Podmanyszki Művészeti Iskolának ugye az igazgatója, és Bóka Borbá, aki pedig a Podmanyszki Művészeti Iskolának ugye az egyik tanára, és ők lesznek az egyik műsorszám, aztán lesz a Kakuskatony, aztán lesz versmondás, és ami a leglényegesebb és legfontosabb, a Napsugár Ordából, az Aszódi Napsugár Ordából lesz. Hát ők a legaktívabbak, és ők az aktívak erre a dologra. Az előző három évben is, és most pedig egy olyan csoport lesz, aki már most már a négyből már dupláznak, tehát ők másodszor fognak föllépni. A Maci csoport fogja ezt a betlehemi játékot megjeleníteni. Hirtelen akartam mondani a nevét. A Edith Ovónén, így mondom, mert így még jobban tennem, Edith Ovónénivel fognak ők fölkészülni. Hát akkor szép színes megnyitót láthatunk, és ezt követően pedig akkor a pálya művek elbírálására kerül majd sor, amit kiállítás keretében januárig meg lehet tekinteni. Úgyhogy arra buzdítjuk minden kedves gyermek vagy fiatal nézőnket, hogy minél előbb jelentkezzenek a hitéleti központban, és gondolkozzanak, hogy a pályaműveiket milyen módon fogják elkészíteni. Még egy pici kis időt kérnék, hogyha lehetséges. Azért a teljesség igénye nélkül ugyan, és elnézést kérve azoktól, akik esetleg kimaradnak, de akik még a két személyen kívül, akik még nagyon sokat segítettek az előző három évben, az ő nevüket még elmondanám, akik magában a szervezésben és a műsorokban részt vettek, illetve utána még a támogatókat is elmondanám. Tehát nem mondanám a titulusokat, tehát aki általában ezek ismert személyek, legalábbis Aszódon belül biztosan, de Aszódon kívül is szerintem az egész Galga mentén. Ilyen személy például dr. Basantal, Lőrinc Csaba, evangélikus lelkész, dr. Asztoros István, ugye a Petőfi Múzeumnak volt az igazgató és történész, dr. Gyurcsik István, ő a római katolikus, aszódi római katolikus egyháznak a plébánosa, Tolmácsi Miklós, az aszódi római katolikus egyháztanács elnöke, Mihály Erzsikéről beszéltünk, Lorenc Klára, ő hitoktató, és ő is támogatott minket, Rónai Lajos, ő pedig ugye mindig ugye a műsorszámukkal, Rácz Zoltán, ő a Galga TV-nek a munkatársa, a Hidi Szilveszter, az Aszódi Tükörnek a szerkesztője, Kis Gábor, ő a hangosításba segített nekünk, a Napsugár Óvodának szinte úgy mondhatom, hogy az összes dolgozóját mondhatom, mert tényleg ők teljes messzélyessége mindig rákészülnek, illetve a Látnás Iskából a Dobákni Angyal Marian és a Molnár Zsuzsanna pedagógusokat tudnám megemlíteni, és természetesen a gyerekeknek a szülei és nagyszülei, akik részt vettek ezen a dolgon, valamint voltak állandó támogatóink, ez ugye az Aszódi Tükör, a Galga TV, és most már ugye a Régió Pluszt is ide sorolhatom, valamint ugye a Megaprint, a 100 forintos, ami most már ugye Centrál Diszkont, az Aszódi Fiúságért Alapítvány, a legfőbb támogatónk, a Chili Burger, a Grund Étterem, az Aszódi Római Katolikus Egyház és az Aszódi Evangélikus Egyházközség, valamint a Luca Butik. Ők voltak eddig állandó támogatóink. Hát remélem, hogy ezt, ha látják ezt a műsort, és idén is legalább, ha mások nem, de legalább ők meg fognak minket támogatni, ebbe még bízunk, mert már csak ebbe bízhatunk. Illetve azt szeretném még kérni, hogy itt nem alapvetően mi mondtam, hogy nem alapítvány vagyunk, és nem pénzre, úgymond idézőjelbe, de fáj az ember foga. Hát, hogy valami olyan ajándékot itt most, például vannak olyan dolgok, így van, tehát, hogy akinek van ideje, és mondjuk olyan, mint a kukorica csuhé, és ebből lehet nagyon szép angyalkákat készíteni, hogyha valaki tehát ilyet tud ki, amit is. Így van, tehát az alapanyag ingyen van, a csuhé ingyen van, ugye. A kézművesek adottak. A kézműves adott, ha tőle nyugdíjas bácsi, néni, hogyha úgy dönt, hogy na, ő megtámogatja és készít mit tenni, egy 20 darab kis angyalkát, ezt nagyon szívesen fogadjuk, és a gyerekek fölteszik majd
a fára, ugye, ajándékképpen, tehát akik mondjuk nem nyernek fődíjat, de hogy mi szeretjük mindig, az előző három évben is egyetlen egy gyermek nem ment az üres kézzel, tehát a nem díjazottak közül sem, és ezt idén is szeretnénk elérni, de ehhez kell az embereknek a jó indulata, támogatása, és hát a hitbe vetett jó akaratuk. És ezt nagyon szépen köszönöm előre is minden embernek. Kívánom, hogy minél több támogató és minél több versenyző legyen. Sok sikert kívánok a szervezéshez, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a műsorban. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívásokat. Az idén október 5-e és 9-e között került megrendezésre Győrben a Karate Európa Bajnokság. A Galgamenti Vadoriu Karate Egyesület gyönyörű szép eredményeket ért el, és a háttérben már láthatják mögöttem azokat az aranyérmes bajnokokat, akit Fási Tibor Sensei, a mesterük okított és tanított hosszú évek óta. Szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban. Tibor, kérlek, mesélj nekem arról, hogyan jutottatok ki erre a nagyon magas színvonalú bajnokságra? Tulajdonképpen az esemény akkor kezdődött el, amikor le kellett adnom a szövetség fel az elmúlt év eredményeit, és ez alapján a szövetség döntött el, hogy kik azok a versenyzők, akik érdemesek és méltóak arra, hogy ezen az Európa-bajnokságon elinduljanak. Így végül is 6 tanítvánnyal tudtam elindulni ezen a versenyen, ugye a 3 hölgy itt látható mellettem, és még 3-an a Szilágyi Henrietta, a Hajdú Dani és a Fási Díta indulhattak ezen a versenyen. Tehát ha jól értem, akkor nem akárki mehetett, hanem a korábbi eredmények számítottak. És ahogyan már korábban értesültem róla, nem csupán egyéni versenyszámok voltak, hanem az egyesületek egymás között is versenyeztek. Így van, a korábbi éveknek az eredményeit összesítették, és ez alapján kaptunk lehetőséget, és tulajdonképpen a versenyen 24 ország, 34 szervezete vett részt, és közel 1800 versenyzővel mérkőzhettünk együtt ezen a megmérettetésen. Az érdekessége a dolognak, hogy tulajdonképpen összevont karate Európa bajnokság volt, tehát nem stílus azonos, tehát nem csak vadoriu stílusú versenyzők, hanem szinte minden stílus képviselte magát, és a bíráskodás, illetve a bírói kar is hasonlóan összetett volt, ami hát egyrészt nehezíti a versenyt, másrészt meg rendkívül látványossá teszi azáltal, hogy különböző stílusú mérkőzéseket, különböző stílusú formagyakorlatokat láthattunk a verseny során. És ezeket nagyon nehéz összemérni egymással, de most itt mégis megpróbálták ezt objektív, viszonylag korrekt módon közös nevezőre hozni. Milyen eredményt sikerült az egyesületeteknek elérni? Hát az egyesületünk, illetve hát a lányok, ha lehet azt mondani, akkor felülmúlták a várakozásaimat. Én azért számítottam arra, hogy legalább 1-2 éremmel hazatérünk, de hát végül is ők 4 aranyéremmel tettek engem Európa-bajnoki edzővé. Egyénibe is születtek nagyon szép eredmények. A Hajdú Dani 7. lett kategóriájában, az egy szintén kimagasló eredmény, mert 35-en voltak, tehát ő az első 1-5-öt bevégzett. A Szilágyi Heni sajnos nem ért el eredményt, mert megbotlott, illetve elcsúszott egy bokasérülés miatt a forma gyakorlat végrehajtása közben, de ő is nagyon szép, szerintem élete legszebb formáját mutatta. Fási Díta, ő nem véletlenül a névazonosságú a lányom, ő 9. lett szintén ilyen 30-valahányos mezőnybe, a Gréti szintén 9. lett 37 fős, tehát ilyen nagyon nagy létszámú mezőnyükbe. Az Esztő ugye aranyérmet szerzett egyénibe, és a Nóri pedig 5. lett ugyanabban a kategóriában. Ők ugye ikrek, és ugye tulajdonképpen egymás ellen is versengtek, ha lehet ilyet mondanom. Milyen érzés volt ez, lányok, ha már itt tartunk, hogy egymás ellen kellett kettőtöknek, akár hármótoknak is ugye versengeni, nyilván azért csapattársakként, edzőtársakként ez elég furcsa lehetett. Hogyan éreztétek magatokat? Hát igazából már az évek során ezt hozzá kellett szoknunk, mert mi mindig egy kategóriába indulunk. Hát szurkoltunk egymásnak, és bíztattuk egymást. Nóri, te hogyan élted meg, hogy a tesód ellen kellett itt gyakorlatilag küzdeni? Hozzászoktunk ugye nyilván, de hát mindenképpen ugye van egy kis versengés azért bennünk, de szurkolunk egymásnak, és támogatjuk egymást ezeken a versenyeken. Gréti, hogyan készültetek erre a bajnokságra? Milyen mozzanatok előzték meg ezt a versenyt? Hetente 5 vagy akár 6 edzésünk volt, mert volt, hogy hétvégén is bementünk, reggel is órákat gyakoroltunk a tornateremben.
meg minden nap tényleg mentünk edzésre, és akkor közösen gyakoroltunk. Úgyhogy kemény felkészülés volt. Hogyan zajlott ez a többnapos bajnokság? Nyilván gondolom, hogy azért nem reggeltől estig voltak a mérkőzések, a megmérettetések. Voltak-e ott is edzések, vagy rákészülések? Hogyan teltek el ezek a napok ott Győrben? Hát ilyen konkrét edzések nem voltak már, mert ugye azokra nem lett volna idő, sem hely, de előtte hát gyakoroltunk azért. Volt, hogy kimentünk a parkolóba, és mondjuk ott gyakoroltunk este még, mielőtt a döntő lett volna, tehát másnap döntő volt, és mielőtte este még gyakoroltunk. Úgyhogy, de tehát olyan edzések előtte már nem voltak, mikor ott voltunk Győrben. Lányok, amikor nem a küzdőtéren voltatok, hanem a verseny egyéb területein, akkor ugye az időt hogyan töltöttétek, arról már beszéltünk, de milyen körülmények voltak? Tudtatok-e pihenni? Szórakozási lehetőségek voltak-e? Hát pihenni nem igazán tudtunk. Hát az első nap, amikor oda mentünk, este értünk oda, akkor közölték velünk, hogy a wellness részlegbe alszunk. Aztán ez kiderült, hogy az úszodához tartozó öltözőben lesz. Mivel az úszodában a medence mellett nem szerettünk volna aludni, ezért átvittük a napágyakat, amin meg volt ágyazva, egy kis szivacsrával csak, és azon meg volt ágyazva. Azon aludtunk az öltözőben. Azért ez így elég durva, így három Európa bajnok hölgynek, meg a mesterüknek. Igen. Nem reklamáltatok? Hát... Nem akartunk nagy cirkuszt csinálni belőle, nem akartam ott a kedélyeket, meg az ő lelki állapotokat tovább szítani, úgyhogy így, aztán így maradt a dolog. Hát az előre lefoglalt szállás gyakorlatilag az nem működött. Mondjuk ilyen eredmények mellett azért ez eltörpülő probléma, szerintem nem volt ez annyira számottevő. Utána gondolom, ki tudtátok magatokat pihenni, nyilván ebben a családotok is segített, de ha már család, akkor a szüleitek, a családotok hogyan fogadta ezt a jó hírt? Hát nagyon örültek neki. Meg ugye ők is nagyon sokat segítettek a felkészülésben, hogy ott tudjunk lenni az edzéseken, és úgy tudjunk ott lenni, hogy mind a hárman ott vagyunk, tehát a szállításban is ők is ugye nagyon sokat segítettek. Meg hát ugye nekem anyukám ott volt, meg még a Szilágyi Henninek volt ott anyukája, és még egy karatéstársunk, az Ildikó volt ott, és ők segítettek minket, tehát mondjuk szendvicseket csináltak nekünk, hogy ott a stadionban tudjunk enni. Éppen két verseny között. Akkor a szülői ellátás az maximális volt ezek szerint. Igen. Igen, ez nélkülük nem jöhetett volna észre, vagy létre. Mindenképpen meg kell említenem ugye a Lényi és Gabinak, a Boriné Molnár Ildikónak és a Klenovics Mónikának a segítségét, illetve az ő szervezésüket. Nagyon sokat segítettek a Gréti nagyszülei, a Lényi és András és Margit néni a pontszámokat fölírogatták, és segítettek abba, hogy éppen hogy hol tartunk az eredménylistán. Akkor ez egy generációs verseny volt, mindenki kivette a részét itt a szervezésben, a versenyzésben, ki merre. Igen, és hát voltak olyan pillanatok, amikor igazából én is annyira izgultam, hogy ezt mindenképpen valakinek meg kellett csinálni, mert én nem tudtam már erre is odafigyelni. A versenyzők izgalma az ugyanúgy rám ragad abba adott pillanatba, mint rájuk. Lányok, amikor meghallottátok a neveteket, és ki kellett sétálni a dobogóhoz, akkor az milyen érzés volt? Mit éreztetek? Hát örömet. És így igazából először szerintem fel se fogtuk. Felmentünk a színpadra, és akkor onnantól kezdve végig mosolyogtunk, és hát küzdöttünk azzal, hogy ne sírjunk. Megint szorítottam a kezed. Igen, és egymás kezét szorítottuk. És beszélni igazából nem is tudtunk egymással, tehát nem tudtunk egyértelmes mondatot se kinyodni. Hát nagyon örültünk. És megszólalt közben a magyar himnusz a ti tiszteletetekre. Igen. Akkor mi zajlódott le bennetek? Hát ugyanúgy a könnyeinkkel kellett küzdködni, és hát hihetetlen érzés volt tényleg, és velem elő. És amikor sétáltatok le a dobogóról, és mindenki nektek tapsolt, és titeket nézett? Hát az is nagyon jó volt, persze, és hát nem hittük el igazából, utána egy pár nappal sem fogtuk még úgy fel igazán, hogy mi is történik, mi is zajlott ott le. El kellett egy kis időnek telni ahhoz, hogy felfogjuk, hogy mi is történt igazából ott. De most már azért tudatosult. Igen. Tibor, te mit éreztél így az edzőjükként a lányoknak, amikor láttad őket ott fönn, és közben szólt a magyar himnusz?
hát hasonlókat éreztem, mint ők. Én is hatalmas megkönnyebbülés ment át rajtam, illetve öröm. Valójában az értékét én is azt mondom, hogy én is napokba, hetekbe tellett, amire valójában ennek az értékét, meg az ezzel járó kötelezettséget én is megértettem. Úgy gondolom, ez egy olyan eredmény, amely végig kíséri őket egész életük során, illetve bármikor tudnak ebbe az eredménybe, illetve ennek az eredménynek a felkészülésébe vetett hitbe és erőbe bármikor tudnak kapaszkodni. Megmondom őszintén, hogy 20 perc különbséggel így kétszer egymás után hallottam a tanítványaim tiszteletére a magyar himnuszt. Hát nagyon különleges, felemelő érzés volt. Bevallom férfiasan, hogy csak a macsós áll-alfa hím mi voltomnak köszönhetően nem pityeredtem el. Mindenképpen érdekes dolog volt, mert ugye ilyet legközelebb világbajnokságon hall az ember. Remélem, majd egyszer ebbe is részem lesz, és hát én nem nagyon találkoztam még a térség olyan edzővel, akinek a tanítványai tiszteletére himnuszt játszottak volna. Mindenképpen különleges volt. A legnagyobb köszönet a munkámért, meg a felkészítésért az a lányok arc kifejezés, amikor lejöttek a dobogóról, és oda jöttek hozzám, és lefényképezhettem őket egy közös képen. Az arc kifejezés, az a hála, öröm, hitetlenkedés, megkönnyebbülés, az engem is úgy gondolom, hogy életem végig el fog kísérni. A karate az ugye nem olimpiai sportág, de melyik az a legnagyobb volumenű verseny, ahol részt lehet venni? Tulajdonképpen valóban a karate nem olimpiai sportág, szerintem szerencsére. Ezért a világbajnokság, ami egyel a mostani Európa-bajnoksággal egyel magasabb szint, a világbajnokság a legnagyobb megmérettetési összehasonlítási lehetőség. Így gyakorlatilag a második legmagasabb szintű versenyen vettek részt a lányok. Mióta karatéztok egyébként, lányok, tehát azért ez nem egy kis rangú helyezés, amit itt elértetek. Mennyi idő alatt sikerült erre a szintre eljutni? Hát már lassan 9 éve karatézunk, és hát igen, ezek az évek kellenek, meg sok edzés. Tibor, mit gondolsz azzal kapcsolatban, hogy az edzéseken mi az a motiváció, vagy mi az a struktúra, ahogyan felépíted az edzéseket, amivel ezeket az eredményeket el lehet érni, és amivel idáig eljutottatok? Mi segített ebben? Most megkérdezted igazából az edzői munkának a leglényegesebb részét, amire szerintem semmilyen edző nem tud válaszolni konkrétan, mert tulajdonképpen ilyen edzői struktúra nincsen, mint hogy minden ember más-más, minden emberhez, minden tanítványhoz, főleg ugye ezek itt egyéni eredmények, hiába csapatba értékel, tehát itt egyénekkel foglalkozom, nem egy csapattal, a karate az nem egy csapatsport. Gyakorlatilag minden tanítványhoz, vagy minden felkészüléshez, minden versenyre való felkészüléshez más-más metódus szükséges. Nem tudok egy ilyen általános dolgot mondani, mert másképp működnek még az ikerlányok is, Brit is másképp működik. Egy picit úgy tudnám megfogalmazni, hogy előbb meg kell őket fejteni, hogy mi az, amivel tudok rájuk hatni, vagy mi az, amivel tudok nekik pusztatni, és utána tudok ennek megfelelően nekik tanítani. Gyakorlatilag ez a megfejtés, vagy ez tart sokáig, tehát ez tart évekig. De ez a kulcs, ugyanakkor. Igen, ez egy nagyon fontos kulcs, itt, ahogy jöttünk ide a Gritivel, beszélgettünk, hogy egészen más érzelmi alapokra helyeződik ugye ezáltal a mi kapcsolatunk. Ez egy érdekes, nem feltétlen csak egy ilyen edző, meg tanítványi kapcsolat, meg viszony, ami az emberek között kialakul ilyen formán. És talán ez a sportoktól még jobban különbözik, ugye itt más a hierarchia, az alárendeltségi viszony miatt. Itt egy egész különleges kapcsolatrendszert is meg kell fejteni, meg a gyerekeknek a lelkét is, a lelkével, a különböző problémáikkal, gondjaikkal, meg örömeikkel is kell foglalkozni ahhoz, hogy tudjunk ilyen eredményeket elérni vagy hozni. Tehát igazából ehhez nem én kellek, ez ők kellenek, én nekem csak egy ilyen valami megfejtési kód kell, amit én vagy látok, vagy nem látok. Akik nem értek el ilyen eredményt, azokban vagy a motiváció hiányzott, vagy én bennem volt valami fajta hiba, és nem tudtam ezt megfejteni náluk. De nyilvánvalóan ezek az eredmények, ezek az érmek, amit itt elhoztatok erről a nagyrangú versenyről, azt mutatják, hogy ez a megfejtés itt a lányok esetében, és hát sikerül, a többi igen. Versenyző esetében is igen sikerül. Jól sikerült. Igen, sikerült. Ezek szerint. Hát én is azt mondom, hogy de hát ez ők kellettek. Mindenképpen érdekes azt végig gondolni, és ezen sokat beszélgetünk edzőtársakkal, meg akár a lányokkal is, a tanítványaimmal, a szüleikkel. Tulajdonképpen ők semmilyen kimagasló
fizikai, morfológia vagy anatómiai adottságokkal nem rendelkeznek, amiben ők... Ráadásul lányok, igen, és ugye a karate az nem is kimondottan, gondolná az átlag ember, nem is kimondottan lányos mozgásforma, vagy mozgásrendszer. Tulajdonképpen, amiben ők különböznek a többiektől, a korosztályuktól, vagy azoktól az edzőtársaktól, akik nem érnek el ilyen eredményeket, az az ő lelki-pszichés hátterük, az a fajta úgynevezett szoftverbeli különbség, amiből ők kiemelkedően tudnak dolgozni. Tehát ez tulajdonképpen az eredmény az ő szellemi nagyságukat mutatja, ha lehet ilyen szóképpel élni. Igen, és azért ez a 8-9 év, ez nem egy rövid időszak. Lányok, ti hogyan értékeltétek ezt? Milyen változásokat hozott ez az időszak az életetekbe, illetve maga ez a sport, ez az életforma, mert akár ezt is mondhatom, hogy ez egy elhivatottság, egy teljesen más életforma. Hát igen, amikor elkezdtük, akkor nem gondoltuk volna, hogy idáig fogunk eljutni. Eleinte így elárogattunk edzésekre, jól éreztük magunkat, megtetszett, aztán jöttek a versenyek, akkor ez lendületet adott, és a további eredmények is mindig egy-egy ilyen lökést adtak, és hát nagyon jól érezzük ki magunkat, igen, most már így. Lányok, ti hogyan látjátok? Kitartóbbak lettünk, az biztos sokkal. És így másban is sokkal kitartóbbak vagyunk, mint mondjuk az átlag. Igen, nagyon sok mindenre megtanít a karate. Például? Hát önfegyelem. Ez abszolút, meg a kitartás. Hogyan tudjátok összeegyeztetni az edzéseiteket és a tanulást? Nehéz. Nem megy egyik a másik rovására? Nyilván az edzés rovására nem, azt ugye látjuk, de a tanulás rovására? Nem, mert azért igyekszünk megállni a helyünket. Milyen gyakran vannak edzéseitek egyébként? Hát igazából minden nap van, de ahogy tudunk és ráérünk, úgy megyünk el. Tehát igyekszünk minden héten többször elmenni. Tehát 2-3 az így évközben is. Igen. Vannak-e egyéb közös programjaitok így a csapattal? Mert itt beszéltünk arról, hogy nem csak a maga sport itt az összetartó kohéziós elem, hanem egy teljesen más kapcsolatforma. Hát szerintem a tábor az azért az, ugye az egész csapatot rendesen összerázza. Hát azért egy hétig együtt vagyunk, együtt alszunk, együtt eszünk, mindent együtt csinálunk. Nagyon családias a hangulat. Igen. Tehát egy nagy család vagytok tulajdonképpen már így a hosszú évek során. Igen. Mi a következő esemény, Tibor, amire készültek jelenleg? Lesz-e valami várható? Úgy tudom, hogy lesz ismét egy nagy volumenű rendezvény. Igen, november 20-án, tehát jövő hét vasárnap, országos bajnokság lesz Kókán. Ez egyben a Magyarországi Vadori Karate Szövetség életében is egy komoly évforduló. 25 éve kezdett el Magyarországon edzést tartani, ami japán nagymesterünk Shibamori Kando Shihan. 8. danos Vadoriu nagymester, a legaktívabb, legmagasabb fokozatú japán Vadoriu oktató instruktor Európában. És 25 éve kezdett el Magyarországra átjárni, és átvette tulajdonképpen a magyar karatésok, vadó karatésok szakmai irányítását. Tulajdonképpen ezt is ünnepeljük a versennyel, illetve a verseny előtti napon, immáron 6. alkalommal, november 19-én szombaton Shibamori mester edzést tart az én, illetve hát a saját edzőtermünkbe, Galga Hévízen, ahol most már 6. alkalommal tart edzést. Akkor ez igen nagy megtiszteltetés ismét a községnek, illetve hát nektek is. Hát én úgy gondolom, hogy igen, mert nem nagyon szokott ő ellátogatni, tehát más klubokba, más egyesületekhez nem szokott ellátogatni, és hát hozzánk már... Nem is először, hanem 3. éve, ugye 6. alkalommal jön el. Úgyhogy ez egy komoly megtiszteltetés, úgyhogy erre a két eseményre készülünk. A 25 éves évforduló az meg nekem is egy érdekes évforduló, mert én is szinte 25-24 éve veszek részt a Magyarországi Vadó Karate munkájában. Akkor ez abszolút egy ilyen teljes átfogó hétvége lesz. Az egy 25 év, azért az csak egy negyed évszázad, tehát itt, ahogy a lányok is ugye 8-9 éve dolgoznak, azért ez az én életemnek is a nagyobb részét kitöltötte. Vagy ha nem is mindig, de jelentős szerepet játszott benne szinte minden alkalommal, minden nap. És hát aztán reméljük egyszer csak majd a lányok is a 25. évfordulójukat fogják ünnepelni, és most hol is tartotok? Barna övnél, ha jól látom. Mi a cél? Hová kell eljutni? Hát fekete, és a feketén belül még ugye a danok vannak tovább. Hány dan? Melyik a maximum, amit meg lehet szerezni? Mi a legmagasabb fokozat itt ebben a karatében? Japán mesterek ilyen 9, ugye a Shibamori mesterek 8,
illetve most már 9 dannal elismerték, tehát egy 8-9 danos a japán szisztémában, ugye vannak japán mesterek ilyen dalfokozatokkal. Magyarországon a szövetségünk vezetője a 6. danos. Mik a további terveitek, lányok? Hú, hát edzeni tovább, ezt fenntartani ezt a szintet, mert ezt meg kell tartani. Aztán ugye, ha a következő verseny lesz, akkor ott is bizonyítani, úgy, ahogy az éremhez méltó. Terveztek-e világbajnokságot is majd egyszer csak? Hát reméljük, majd ez az idő is eljön. Lehet, majd kiderül. Addig is további edzések akkor tulajdonképpen. Tibor, te mit mondanál azzal kapcsolatban, hogy ha valaki elgondolkodik azon, hogy szeretne esetlegesen hasonló eredményeket elérni, vagy akár csak megismerkedni ezzel az életformával, ezzel a sporttal, akkor miért érdemes neki jelentkezni az edzőtermetekbe, vagy mi az, amit kaphat ettől az életformától? Hát egyrészt, miért érdemes hozzánk jelentkezni, az, hogy együtt edzhet Európa bajnok lányokkal. Lányokkal, ami nem egy esztétikailag is, meg technikailag sem egy rossz élmény. Egyrészt, ha eredményeket szeretne, akkor arról lebeszélem, mert 8-9 év távlatában nem tudok semmit ígérni, meg nincs is értelme. Az biztos, hogyha valaki elkezd nálunk rendszeresen edzeni, egy ilyen 2-3 hónap múlva már ennek jelentkeznek a pozitív életvitelbeli eredményei, vagy pozitívumai. Tehát mindenképpen az életminősége javulni fog, megnő a kondíciója, különböző mozgáskoordinációs képességei javulnak, fejlődik a tüdőkapacitása, nagyon sok olyan egészségügyi vetülete lesz a dolognak, ami mind befolyásolni fogja pozitív irányba az ő életét. Hát eredményeket azt nem lehet ígérni, illetve mindenki ugyanadó, hogy ő nem szeretne versenyezni, nem szeretne vizsgázni, nem szeretne eredményeket elérni. Lehet, hogy ezt a lányoktól is hallottam 8-9 évvel ezelőtt, de valahogy mégiscsak itt ülnek. A világbajnokság az 2 év múlva lesz, még nem tudjuk, hogy hol. Igazából arra, ami szükséges és ami kevésbé hiányzik, az a lányok kitartása, szerintem az meg lesz, ami nagyobb feladat lesz ennek az anyagi hátterét előteremteni. Itt szeretném megemlíteni, hogy az Európa-bajnokságra is komoly, sajnos főleg magánjellegű támogatást kaptunk. Az aszódi polgármester hivatal gyakorlatilag semmivel nem támogatta a dolgot, tehát Vanó András polgármestertől kaptunk ehhez anyagi fedezetet, illetve még megemlítenék egy néhány magáncéget, akik tulajdonképpen lehetővé tették, hogy oda menjünk és ott töltsünk 4 napot Győrben. A Ditek 96 Kft. PCR-ről, a Gódor Katalina K&H biztosítótól, a Papírház Turáról, a Bori Kémin doktor, és néhány érdekes módon néhány Galga Hévízi és Turai magánszemély is anonim módon adakozott a versenyhez, ami hát több mint érdekes. Hát ez azért nagyszerű hír, hogy így a szívükön viselik. Igen. Sorsát. Ugyanakkor egy kicsit ugye egyik szerem sír, a másik meg nevet. Biztos te is tudod, hogy ezért a focira a kistérségbe több 10 millió forintot elköltenek egy évbe. Itt Aszódról annyit nem kaptam, hogy egy hivatalos köszönetet nem én, a lányok sem kaptak hivatalos köszönetet. Az eredményeket föltették a lányok a Facebook oldalukra, ugye most már ilyen közösségi lehetőségek vannak. 25 évvel ezelőtt nem volt ilyen, amikor elkezdtem karatézni. És a Grétinek a polgármester, a Vanó Andris hivatalosan a képviselőtestület és a falu nevébe rögtön gratulált az eredményéhez. Én úgy gondolom, hogy ezek azért nagyon nagy dolgok. Hát hogy ne. És az is nagyon nagy dolog, hogy eleve eljutottatok, és hogy ilyen eredménnyel tértetek haza. És az is nagyon nagy dolog, hogy Európa bajnokokkal beszélgethettem most itt ezen az estén. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És további sok sikereket, legalább ilyeneket, vagy még jobbakat kívánok. Az Egyesületnek is, és személy szerint nektek is. Köszönöm kedves nézőinknek is, hogy velünk tartottak, és hogy végig kísérték beszélgetésemet az Aszódi és a Galga Hévízi Európa bajnok hölgyekkel. Búzdítom önöket is, hogyha hasonló eredményeket szeretnének elérni, csatlakozzanak a Galga Menti Vadorió Egyesülethez. Önök a Porta 21. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További információkért figyeljék 24 órás képújságunkat, vagy keressék fel honlapunkat a www.regioplustv.hu oldalon. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!